Tegnap az Európai Bizottság ismertette a 27 uniós tagállamra vonatkozó specifikus ajánlásokat, és közzétette a költségvetési programok értékelését. Magyarország szempontjából azért is rendkívül fontosak ezek a bizottsági anyagok, mert hogy meghatározóak lehetnek a hazánk ellen folyó túlzott deficit eljárás szempontjából is. Zdeborski György közgazdász a vendégem, jó reggelt kívánok! Még korán van nekem is, pedig komoly dolgokról fogunk beszélgetni. Hogyan értékeli először is ezt az Európai Bizottság jelentést, amiben hát egyrészt elhangzik rengeteg olyan kulcskritika, amit az utóbbi időben már sokan más szereplők megfogalmaztak, másfelől meg ugye elvileg azt a kormány is ezt mondta, hogy óriási siker, mert hogy ezzel egy időben végül is nem vonják el tőlünk, vagy nem valószínűleg nem vonják el tőlünk azokat a kohéziós pénzeket, amelyeket neki az elvonását korábban kilátásba helyezte a pénzügyminiszterek tanácsa. Igen, hát tulajdonképpen visszaadták azt, amit el se vettek, mert csak kilátásba helyezték, de júniusig volt a magyar kormánynak arra ideje, hogy meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek révén aztán most nem is fogják elvonni. Tehát tulajdonképpen a kohéziós támogatásokkal nem történik semmi, minden marad a régiben, nem fogják elvonni. És ez óriási siker? Hát jobb, mintha elvonnák. Azt nem mondanám, hogy óriási siker, mert mondom, nem vonták el. A döntés az júniusban fog megszületni. És korábban is az volt az Európai Unió bejelentése, hogy majd júniusban fogják eldönteni, de az volt a javaslat, hogy júniusban, ha nem történik semmi, akkor vonják meg. Úgy látszik, hogy történt azért egymás, és ennek eredményeképpen nem fogják megvonni. Most, hogy erre azt mondja, hogy óriási siker, hát ez nézőpont kérdése. Én azt gondolom, hogy jobb, ha nem vonják meg, mint ha megvonják, maradjunk ennyiben. A másik kérdés persze, hogy mit jelent mindez a túlzott deficit eljárásra vonatkozóan. Orbán Viktor például azt mondta tegnap egy hosszú interjúban, hogy hát gyakorlatilag ez még eltart ugyan egy darabig, amíg végigmegy ez a folyamat, de ez most már látszik. Hogy ez beletartozik abba a frazeológiába, hogy óriási siker. Hogyha az egyik az óriási siker, akkor a másik az nyilván, hát az már csak egy technikai kérdés, egy új gyakorlat, hogy azt meg felfüggesszék. Sem, ahogy az előbb mondtam, sem nem óriási siker, sem nem új gyakorlat, tehát a kettő az folyik egymás után. Mi a kell ahhoz, deficit, hogy tényleg felfüggesszék a túlzott deficit eljárását? Az, hogy fél év múlva tényleg annyi legyen a hiány, mint amennyit mondunk most. És erre mennyi esélyt lát? Én úgy gondolom, hogy a mai számok alapján erre jó esély van, hogy 3% alatt 2,5% körül lesz a hiány, föltéve, hogy megvalósulnak azok a növekedési számok is, amikre a kormány az egész gazdaságpolitikát alapozta. Na most vagy a kormány növekedési számai, mondjuk a bizottság növekedési számai viszont nem egyeznek. Hát ez a probléma, ezért mondják azt, hogy a túlzott deficit eljárásról majd fél év múlva fognak dönteni, és hogy a fél év múlva azt látják, hogy az ezévi számok azok valóban úgy alakulnak, ahogy a kormány tervezte, és a jövő évi költségvetés pedig egy megalapozott költségvetés lesz, és nem csak vágyalmakat fog tükrözni, akkor fogják megszüntetni a túlzott deficit. Igen, és mondjuk ebben a tegnapi elemzésben például a számokra nézve az szerepel, hogy a bizottság 0,3%-os recessziót jósol jövőre Magyarországnak, míg a kormány 0,1%-os növekedést vár, és aztán 1%-os növekedést tart reálisnak a bizottság, amikor 1,6%-ot vár a kormány. Tehát hát nyilván itt még izgulhatunk. Megint ugye arról van szó, hogy mindaz, amit a magyar kormány mond, az mindenfajta bizalmat nélkülöz, tehát semmifajta megalapozottsága nincs, hanem vágyálmakat tükröz. A külföldi piacok, a külföldi tőkepiacok, az Európai Bizottság azt mondják, hogy lássuk a tényeket, nem vágyálmakat akarunk látni, és nem az, hogy a Matolcsi most mit álmodott meg, hanem a tényekből kiindulva mi a valószínűsített, és mi fog bekövetkezni. Most senki nem hiszi el azt, amit mondanak, nem tudják, hogy az bekövetkezik-e, tehát olyan mértékű bizalomvesztés van, és én nem értek egyet azzal, amit tegnap mondott a miniszterelnök úr, hogy hát azzal, hogy most a kohézis alap támogatásokat mégsem vonják meg, a magyar kormány már is visszaszerezte az elvesztett bizalmat. Nem így van. A bizalmat nagyon hamar el lehet veszteni, ez sikerült is nekik ugye az elmúlt két év alatt teljesen elveszteni, és nagyon nehéz visszaszerezni, és ez egy lassú folyamat. Ez nem egy pillanat, nem egy európai bizottsági döntéstől függ. Ebben a tegnapi elemzésben nagyon sok olyan konkrét kritika van papírra vetve, amit az elmúlt időszakban itt ilyen televíziós stúdiókban is, önnel is, másokkal is már nagyon sokszor megbeszéltünk, nagyon sokan szakértők már régóta mondtak. Min változtat az, hogy most ez uniós pecséttel papíron el lett küldve a magyar kormánynak gyakorlatilag? Az égvilágon semmi. Semmi nem történt.
Tehát... A hiteltárgyalásokat például nem befolyásolja az, hogy most itt milyen ajánlások történtek? Nem, a kohéziós alappal kapcsolatos döntés az nem befolyásolja az IMF hiteltárgyalásokat. Az IMF hiteltárgyalások megkezdésének ugye egyetlen feltétele ismert, hogy a jegybank törvény európai normák szerinti módosítása megtörténjen. Ezt ugye már fél év alatt meg lehetett volna lépni, csak még nem sikerült meglépni, mert a lassú munkához idő kell. És, hát egyébként jövő héten leszünk okosabbak ebben a tekintetben. Igen, de már tudjuk előre, hogy megint nem úgy lépik meg a jegybank törvény módosítását. Vagy valószínűleg nem, mert az utolsó pillanatban azért hát még lehet módosítókat benyújtani. Igen. Mire lenne szükség? Hát az, hogy az Európai Központi Bank megmondta, hogy mik az alapvető kifogások a jegybank törvényel kapcsolatban. Ugye tovább megyek, december volt egy Barroso levél, amelyikben az Európai Bizottság vezetője felkérte a magyar miniszterelnököt, hogy ne csinálják meg ezt a jegybank törvény módosítást, mert ez ellenkezik az Európai Unió alapelveit. Ennek ellenére behúztak egy jó nagyot és megcsinálták, hát most akkor fél évünk volt arra, hogy módosítsuk, még nem történt meg, most remélhetőleg valami történik, talán megfelel az Európai Központi Bank előírásainak. Egyébként az EKB megmondta, hogy miket kér. Hát azokat kellene meglépni. Most erre mi folytatjuk a szabadságharcot, és azt mondjuk, hogy ezt nem ragaszkodunk például egy harmadik alelnök kinevezéséhez, meg hogy a monetáris tanács döntsön olyan kérdésekben, amikben eddig nem volt jogosultsága dönteni, és így tovább, és így tovább. Tehát ez mind a jegybank függetlenségének a korlátozása. Mert... És ha mindez nem történik meg, tehát hogyha jövő héten is úgy kerül zárószavazásra ez a törvény, hogy ezek a kulcsmozzanatok nincsenek benne, akkor annyi az IMF hitelnek? Nem annyi, hanem akkor nem kezdődik meg az IMF hitel tárgyalása, hanem továbbra is a tárgyalásokat vezető magyar miniszter, eddig Fellegi Tamás, mostantól kezdve pedig Varga Mihály, majd kávézni jár Washingtonba, hogy érdemi tárgyalások. És továbbra is a jegybank törvényről egyeztetnek, mert amíg ezt meg nem oldják, addig nem. Washingtonban nem tudnak a jegybank törvényről egyeztetni, mert az IMF azt mondta, hogy az EKB által kívánatosnak tartott módosításokat hajtsák végre. Az EKB mondja meg, az EKB Frankfurtban. Értem, tehát akkor hivatalos egyeztetést erről nem lehet végezni, de mégiscsak a jegybank törvény lesz még mindig a probléma, persze, és az egésznek a kerékkötője. Ezt kellene meg. Na de azt is mondta tegnap a miniszterelnök, hogy hát persze jó lenne, de azért alapvető égető szükségünk nincsen erre a hitelre. Hát jó lenne, hogyha a miniszterelnök például a saját kormányának tagjaival is egyeztetne erről a kérdésről, mert Varga Mihály egészen más mondott. És ugye a miniszterelnök a Varga Mihály kinevezésekor azt mondta, hogy ebben a kérdésben Varga Mihály a főnök. Hát ugye a miniszter úr pedig azt mondta, hogy igenis szükség van, és méghozzá minél hamarabb, és a lehető leggyorsabban. Akkor jövő héten majd erről nyilván még tudunk újabb köröket futni. Viszont azért van itt számos olyan konkrétum ebben a tegnapi jelentésben, ami fölött csúszunk el ilyen gyorsan. Az egyik például az, hogy a tranzakciós adó, az úgynevezett sárga csekk adó köznapi nyelvén, hát igen éles kritikát kapott az Európai Uniótól, sőt azt mondták, hogy ez a 2013-as növekedés legnagyobb akadálya, és ennek lesz a leginkább negatív hatása a magyar gazdaságra. Azt mondják, hogy árt a vállalkozásoknak, csökkenti a lakossági fogyasztást, és egyébként szerintük a telefonadó is ártani fog. Az, hogy ez most papíron van, az befolyásolja ön szerint a magyar kormányt abban, hogy lesz-e vagy nem lesz-e ilyen adó? A magyar kormány eddigi gazdaságpolitikát a tények nem igazán befolyásolták. Ugye itt sajnos arról van szó, hogy Matolcsi sziporkázik, és mindig valamilyen új adó kivetésével próbálja ellensúlyozni azt a lukat, amit ő maga ütött. Akkor mi értelme van az ilyen uniós ajánlásoknak, meg elemzéseknek? Hát előbb-utóbb azért mégiscsak megcsinálják, mert meg kell csinálni, mert az Európai Unió ajánlásait el kell fogadni. Ez ugye benne van az alapszabályokban. Tehát, hogyha nem csinálják meg, akkor megint kezdődik majd valamilyen szabálysértési eljárás a magyar kormány ellen. Mondjuk a tranzakciós adó az nem egy olyan kérdés, amiben szabálysértési eljárást lehet indítani, nem? Ez végül is nemzeti szuverenitás, jogunk van rossz gazdaságpolitikát folytatni. Hát ez igaz, teljesen jogunk van rossz gazdaságpolitikát folytatni, az Európai Uniónak meg joga van arra, hogy megmondja a kohéziós támogatásokat például, hogy emlékeztetnék arra, hogy az Európai Uniótól kapott támogatása az körülbelül az ötszöröse mindannak a pénznek, amit Magyarország befizet az Európai Unió költségvetésébe. Az Európai Unió mondhatja azt, hogy akkor nem fogja folyósítani a támogatásokat. Van persze néhány olyan gazdaságpolitikai döntés, ami az unió ajánlásaitól teljesen függetlenül az utóbbi időben látott napvilágot. Az egyik, amiről sok szó esett, hogy a magyar állam bevásárolja magát a takarékszövetkezetekbe, és ezzel például a hitelezést szeretnék felpörgetni, ami már az az egyik kérdés, amit a leggyakrabban emleget és kritizál például az unió is és más nemzetközi szervezetek. Megoldás lehet erre a takarékbankok átvétel? Teljesen mindegy, hogy ki egy banknak a tulajdonos, az a kérdés, hogy az a bank honnan szerez forrást. Mert a bank a forrás a kívülről szerzett forrásaiból végzi a hitelezést, tehát nem a tőkéből hitelez, hanem az idegen forrásokból hitelez.
hogyha egy bank az államtól szerez forrást, az nem jó. Hogyha ennek az egész bevásárlásnak az a célja, hogy a magyar állam majd forrásokkal ellátja a takarékbankot, amit a takarékbank aztán hitelezésre kihelyez, akkor ez egy rossz döntés. Ha a takarékbank tud szerezni olyan plusz forrásokat külföldről, belföldről, bárhonnan, de nem állami forrásokat, nem költségetési forrásokat, amelyekből aztán föl tudja lendíteni a hitelezést, akkor indiferens a döntés. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy logikus döntés, mert erre kár pénzt pocsékolni, de ha már erre költenek valamit, hát ez akár jó is lehet, akár rossz is, érdektelen. Köszönöm a beszélgetést.